Varga Dalma, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese, kulturális osztályvezetője, közművelődési szakembere ismertette az őszi játszóház programjait. Az őszi játszóházunk zajlik itt most délelőtt 13 óráig, ami az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című programsorozat keretein belül valósult meg, ami tulajdonképpen a Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezésében ellátogat minden vármegyébe. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy hozzánk is el tudott kerülni ez a program. A játszóház keretein belül pedig itt mögöttem a mozi előtérben látható a Hungarikum játéktér, ami a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósul meg. A rendezvénytermünkben pedig többféle kézműves foglalkozás zajlik. Az egyik az a Hagyományok Háza által szervezett program, ahol a Tolna megyei Népművészeti Egyesület fantasztikus kézműves foglalkozásai zajlanak, itt többféle dolgot lehet csinálni, nagyon izgalmas, illetve a Szépművészeti Múzeum szervezésében múzeumpedagógiai foglalkozás is zajlik, amit nyugalmazott múzeumpedagógusok vezetnek, itt történelmi pop-up képeslapot, és szintén nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. Ezen felül pedig csurgózenekar koncert, illetve Gulyás László Vándor muzsikus produkciója látható majd, és mindezen programok 13 óráig várják az ide látogatókat, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni ma délelőtt. Az őszi játszóház nagy sikert aratott az országos programsorozat keretein belül. Mindenki megtalálta a számára érdekes és játékos elfoglaltságot. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a napot. Mai alkalommal a Szépművészeti Múzeum Hősök, Királyok című programjához kapcsolódva négyféle festmény reprodukcióját lehet tulajdonképpen elkészíteni. Ebből három dioráma-szerű, tehát ilyen 3D-s kép. Egy kép, itt mindjárt mutatom, ez pedig képeslapszerűen kihajthatós. Ez a Budavár visszavétele című festmény alapján készült, Bencúj Gyula ismert csodálatosan szép festmény nyomán. Tulajdonképpen minden korosztálynak ajánljuk, bár igazából azért kell némi technikai ismeret hozzá, tehát alapvetően az olló, ragasztó használata, de a többi kellék az kész anyag. A felnőtteknek ez egy szappantartó, amit tudnak készíteni, a gyerekeknek pedig egy ügyességi játék, ez a karika elkapó játék. Illetve igyekeztem a kisebbekre is gondolni, és nekik pedig ez a kis halacska, ami egy kis dísz, de nagyon könnyű elkészíteni. Kicsit felfedeztük a terepet, nagyon szereti a viseleteket, nagyon szeret rajzolni. Igazából a kézműves foglalkozásokra érkeztünk, úgyhogy agyagoztunk, csináltunk egy agyagcímert, miket csináltunk még, Anna? És ezt a pop-up képeslapot a történelmi képekről. Viseled egy babát öltöztetek? A benti mászókkal ez elég tetszik neki, csak ugye most ott a zenekar játszik éppen, majd hogyha végeztek, akkor szerintem visszavegyünk és folytatjuk ott az akrobatikus mutatványokat. Kézműveskedtünk, játszottunk, tesztet töltöttünk ki, igaz, vetélkedő vettél részt, nyert egy legyezőt, a Facebookon találtuk ezt a rendezvényt, ideig kipróbáltuk a társast, a kukoricázást, a diótörést, és most fogunk bemenni a színházterembe, mert ott is hallottuk, hogy lesz nagyon sok minden, és nagyon élvezik a gyerekek. Ármin, tetszik a program? Igen. Jászmin? Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is megtalálták a kedvükre való programokat. Tánctér, karöltve, sokszínű tolna. Ez az esemény zárta azoknak a babicsos rendezvényeknek a sorát, melyeket az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat részeként tartottak meg itt, október 4-én és 5-én. A táncgálán Tolna vármegye kiemelkedő minőségű hagyományőrző néptánc együttesei, modern és kortárs táncműfaját képviselő csoportjai léptek fel. A nézők megismerhették a csoportok tánctípusait, muzsikáját, hétköznapi és ünnepi viseleteit. Én a Tolna megyét egyébként is nagyon kiválónak tartom olyan szempontból, hogy olyan népcsoportok élnek itt, akiknek a hagyományozott tevékenysége példaértékű, és ma ez az este erről szól, hogy megmutatjuk a közönségnek, hogy milyen színes ez a Tolna megye,
és azt gondolom, hogy aki ezt a táncgálát látja ma este, megismerheti egy kicsit megyénket, és megismerheti az itt élő emberek mentalitását, de legfőképpen azt az örökséget, amit a régiek hagytak ránk, és ez mondhatom azt, hogy a szellemi kulturális örökségnek egy része a népzene, a néptánc, a népdal, az itt ma este megjelenik. Van egy általános úgynevezett dunántúli jellege, ugye régen Sárköz nem ez a szűk területű egység volt, hanem egy sokkal nagyobb a Sió, a Duna területétől egészen az Északmecsek aljáig terjedt. Nagyon sok külső sárközi település van most is, amit így hívunk most már, de ez régen ugye egy település, vagy egy tájrendszer volt. És hát persze a másik oldal is, a Duna másik oldalán is hasonló jegyeket mutat a népművészet. Tehát igazából ez egy ilyen dunántúli jelleg, ami a Duna mentén alakult ki. Ez ma este itt megjelenik a Bogyiszló, a Sárpörisi Együttes bemutatásában, és hát a betelepült népességből itt most ma este a bukovinai székelyek mutatkoznak be, de tudjuk azt, hogy a németség is szép számmal megjelenik a megyében. Örömmel tölt el, hogy rengeteg kisgyerek táncol, rengeteg fiatal ifjú táncol, és azt hiszem, hogy akit ez a kultúránk megérintett, anyanyelvi kultúránk, mert valójában ez az, az sohasem fogja tudni ezt elfelejteni, remélem nem is akarja, tehát át tudja örökíteni majd a következő generációknak is. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat táncos rendezvényeit a Nemzeti Táncszínház szervezte.